Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb szakember, mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog család élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, ami működik és amit használ is. A vezetőnk több médiumi képességekkel rendelkezik, többek között kapcsolatot tart az égiekkel is. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Tehát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy jelenleg áll a világ már? Nem azt mondom, hogy amifelé halad a világ, hanem hogy jelenleg, ahogy áll. Hány évig mondtam azt, hogy amifelé halad a világ? Megérkezett. Nem? Mennyire vagytok elégedettek? Semennyire? Nem? Lehetne egy jobb világunk, nem? Nem egy olyan, amilyen volt. Bár az emberek azt szeretnék, hogy jöjjön vissza, ami volt, nem? Tehát a jelenleginél még az is jobb volt, de hát nem azt szeretnénk. Miért nem szeretnénk? Hát ugye miért nem, mert mi nem hisszük, hanem tudjuk azt, hogy az embernek nem az a küldetése, nem azért született, hogy felnőjön, aztán utána gyereke legyen, és közben természetesen legyen igyon, foglalkozzon ugye a testével, tehát úgy értve, hogy pihenteti meg, altassa meg, eteti, itatja, stb. Stb. Tehát az emberek azt gondolják, hogy azért születtek, hogy egyenek, igyanak, legyen gyerekük, felneveljék, meg azért, hogy utazzanak ide-oda, nyaralgassanak. Na most, hát gondold végig, vajon ezért született az ember, hogy azt csinálja, amit a, itt a nyugati társadalomban az emberek 90%-a csinál? És akkor lehetne mondani, most föltehetnéd azt kérdést, miért az lenne az embernek a küldetés, ami régen volt? Hogy étnap alá téve dolgozzanak a megélhetésükért.
Mert ugye régen ez gyakorlatilag az volt, nem volt hétvége. Tehát a Föld az... A Földön nincs hétvége a Földeken, az állatoknál, az állattartás közben nincs hétvége. Érted? Tehát ugye megkérdezhetnéd, hogy ez? Hát igazából nem, egyik se. És akkor megkérdezhetnéd azt, hogy akkor valami köztes? Vagy mi? Nem, egyik se, köztes se. Akkor miért vagyunk itt? Hát nagyon egyszerű, azért vagyunk itt, hogy megéld a rosszat. Nem a jót, a rosszat. Én emberekkel, mint elhangzott, emberekkel foglalkozom, ugye elkezdtem emberekkel foglalkozni 87-től. És üzletkötéssel kezdtem az emberekkel való foglalkozást. És üzletkötői tevékenységet nagyon sokáig folytattam, még valamilyen szinten most is csinálom. Csak egy kicsit másként, kicsit más formában, most elsősorban inkább már tanítom, de azért csinálom is. És tudjátok, mit láttam? Hogy sose a jóból tanultam, hanem a rosszból. Érted? A jóból az ember nem tanul semmit. Semmit. Tehát ha én jó üzletkötő akartam lenni, és a jóból akartam tanulni, abból, amit jól csináltam, abból nem lett volna semmi. Tehát amikor ugye volt egy eredménytelenség, kiértékeltem, tehát egy sikertelenség kiértékeltem, tehát mikor a végeredmény nem az lett, amit szerettem volna, kiértékeltem, és abból lehetett tanulni. Sőt, én belemertem menni olyan helyzetekbe is, amiben a legtöbb ember, aki üzletkötőként szintén dolgozott, nem ment bele, mert hogy nehéz esett. Én simán belementem a kihívásokba, a nehéz esetekbe. Pedig azt mondaná az ember, hát minek okozzon az ember saját magának problémát. És rájöttem arra, hogy minden olyan dolog, amit az emberek problémaként éltek meg, én azt ugyanazt kihívásként éltem meg, és rájöttem arra, hogy az mennyit erősített saját magamon. Érted? Mennyit adott pluszt, hogy jobban csináljak bizonyos dolgokat. És ők meg nem merték ugyanazt végigcsinálni, érted? Vagy neki se álltak, hogy végigcsinálják. És rájöttem arra, hogy igazából soha nem a jó dolgokból tanultam, hanem mindig abból a dolgokból, ami nehézségnek neveznek az emberek, vagy problémának, vagy gondnak neveznek az emberek, abból tanultam. És nem keveset, mivel nagyon sok ilyen helyzetem volt, hanem sokat. Tehát mivel sokszor történtek velem olyan dolgok, amit a legtöbb ember bele se ment, érted? Hát most gondold végig, mit tudom én, 100 olyan emberből, aki nekifogott üzletkötőnek, 3 lett olyan, aki utána azt mondhatta, hogy sikeres. Érted? 97 meg nem. És miért nem? Mert ők nem mertek belemenni, és az életben pont ugyanezt látom. Pont ugyanezt látom, hogy az emberek a kihívásokat problémának tekintik. Pedig mit jelent a kihívás? A kihívás azt jelenti, hogy na nézzük meg, az az ember mire képes. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy próba, mint a mesében, a 3 próba, vagy a 7 próba, tudod? Nem a 7 próbás gazember, tudod? Szóval a lényeg az, hogy kihívás, tehát úgy is lehetne mondani, hogy próbatétel. Most gondoljátok végig az életben, mondjuk hány férfi kapott már, akinek van párja, olyan próbatételt, hogy mondjuk ott billeget,
egy olyan hölgyemény előtte, aki úgy kínálgatta magát. És az úgy hívják, hogy házasságpróba, tudod. Tehát, hogy vajon az etikája az engedi, hogy a kísértésnek engedjen, vagy az etikája nem engedi, hogy a kísértésnek engedjen. Tehát az életben minden, ami velünk történik, az arra való próba, hogy hogyan állod a sarat. Érted? Tehát, hogy vajon azt a kihívást azt tudod teljesíteni, vagy nem? Vajon azt a próbád, azon a próbán átmész, hogy tudtál mondjuk ellenállni, vagy nem tudtál? Például vajon hány ember lehet a Földön, akit mondjuk fogtak és megvásároltak, érted? Tehát fölkínáltak neki nagy pénzeket, hogy megvásárolják valamilyen célból, most mindegy. Biztos, hogy sok volt már ilyen. Sőt, van egy ilyen mondás is, hogy mindenkinek van egy ára. Érted? Csak elég pénz legyen hozzá, és akkor meg lehet venni. Aha. Na most, téged mennyiért lehetne megvenni? Csak úgy kérdezem. Nem kell válaszolni, csak úgy gondolkozzatok el rajta. Érted? Na most ugye én voltam annak idején, ezt már hallottátok, de mindegy, mondom. Voltam olyan pozícióban, hogy engem meg akartak venni. És nem kis pénzekkel, hanem 100 milliókról beszélek. És mellé még egy nagyon jó fizetéssel is. Nem? Nem voltam hajlamos rá, hajlandó rá. Tehát az élet arról szól, hogy kipróbáljanak, próbára tegyenek téged, érted? Hogy megéld azokat a negatív dolgokat, amit meg kell élned. És mondom, nagyon egyszerű a dolog, mert ez azt a célt szolgálja, hogy tudjál határozott különbségeket tenni a jó és a rossz között, és a jó, illetve a rossz különböző formája között. Na most, ha az ember nem éli meg a rossz különböző formáját, akkor hogy tegyen különbséget? Hogy hasonlítsa össze a jóval? Tehát a jót nem fontos nagyon megélni, mert ha jót élsz meg, akkor örülsz neki egy kicsit, aztán annyit, és már túl is léptél rajta. De ha rossz ér, akkor nézd meg, meddig idézőjebe élvezed a rosszat. Sokkal hosszabban, átlagosan az ember a rosszat sokkal tovább, hogy is mondjam, élvezi, mint a jót. Gondold végig, hát nyilván a rosszat nem élvezzük. De sokkal többet foglalkozunk egy rossz dologgal, mint egy jó dologgal. Gondold végig. És akkor kérdezem én, hogy vajon tanulságként hogy szoktad ezt levonni, ha valami történik veled? Hogy vonod le? Tehát mindig levonsz minden rossz történésből, ami veled történik, valami tanulságot, vagy esetleg a közvetlen környezetedben lévő személyek esetén történik valakivel valami, akire rálátásod van. Le szoktad vonni a következtetéseket? Persze, ha itt tanulsz, akkor már valószínűleg. De ha nem itt tanulsz, akkor levonod. De miért kellene ilyen dolgokat csinálni? Hát az emberek csak élik az életüket, aztán utána meghalnak, úgyis mindegy, hát hiszen egy életünk van, egy halálunk, mondják a tudatlanok. Hát abszolút nem így működik, hogy egy életünk van és egy halálunk, hanem úgy működik, hogy amit ebben az életben teszünk, annak következménye lesz. És ha az ember olyan életet él, ahol sikerül azt megoldania, hogy amit a tudatlanságában hibákat elkövetett, mert mindenki követett el hibákat,
Nincs olyan ember, aki nem hibázott, de hibázni egy tisztességes ember, tehát egy, úgy mondhatjuk, hogy szociális ember, tehát nem elnyomó, hanem egy szociális ember, tehát egy tisztességes ember, az, hogyha elkövet valami hibát, akkor nem azért követel hibát, mert szándékosan, hanem azért hibázik, mert hibázik. És a bolygó 80%-a azért hibázik, mert nem szándékosan hibázik. És mindössze a 20% hibázik szándékosan. Szándékosan. Ugye az egy szándékos hibázás, hogy a környezetemben lévő embereket leértékelem, vagy elnyomom, mert hogy én nekem jobb legyen, csinálja ez a 20%. Érted? Tehát ez gyakorlatilag szándékos dolog. Na most, de mondom, a 80% az nem így működik. Na most vagyunk ugye olyan emberek, akik itt hibázgatunk, és itt egy kérdés van, hogy vajon a hibázásunkat kijavítjuk-e? Ez a kérdés. Mert az ember, hogyha a hibázásait képes még ebben az életben kijavítani, akkor egy feljebb, akkor feljebb léphet egyel maga az ember. Feljebb léphet egy magasabb létformába. Feljebb léphet. Na most, ahhoz, hogy kijavítsuk a hibázásainkat, emberekre van szükségünk. Érted? Akik hibáznak, és segítsünk nekik abban, hogy a hibázásaikat megértsék, és a hibázásaikat ki tudják javítani, sőt, olyan életet kezdjenek el élni, hogy már nem hibáznak. Érted? Legalábbis azon a területen, amiben segítettünk nekik. De hát az élet az, mondhatod megint csak, hogy az élet az nagyon sok rétű. Hát mennyi rétű? Nézzük már meg. Itt van, mutatom. Az élet az 10 területből áll. Megnézed, lehet, hogy neked rád nem érvényes mind a 10 terület, de vannak olyan emberek, akik érvényes. És azért mutatom ezt a 10 területet, mert minden ember ebben a 10 területben valamennyire benne van. Lehet, hogy a 10, vagy 8, vagy 9, vagy 6, de benne van. És itt vannak ezek a területek, és ezt megmondom őszintén, illő lenne jó csinálni, nem? Tehát jó lenne, hogyha az emberek jól csinálnak. És ugye, ha megnézed, ezeken a területeken hibázunk. Tehát mikor az ember hibáz, akkor ott okoz valami problémát. Na most, de ha az embernek van egy csapata, és már van tudása, az élet különböző területeire, vagy éppen arra a területre már van tudása, amin az illetőnek a csapatában gondja támadt, akkor az illető tud segíteni neki. De ha nem tud segíteni, akkor ő benne van egy olyan nagyobb csapatban, ahol a vezető már ismeretekkel rendelkezik arra a problémára vonatkozóan. És akkor fölkeresik a vezetőt. És akkor nem csak azt tanul abból, akinek a problémája van, hanem az is, aki még ezzel a problémával nem szembesült, és ő is megtanulhatja, hogy hogyan kell azt a problémát megoldani. Ezekre az életterületekre mind van megoldásunk. Világos ez?
Tehát ez az egész életünk területei, ez a nagy torta, ez a nagy torta, ez 10 szeletből áll, és mi mindre tudunk megoldást adni. Vannak olyan emberek, akik spirituális dolgokkal foglalkoznak. Az ez a terület. Oké? Okay? Ez a terület. Tehát az a szellemi terület, az a terület, ahol ugye nem fizikai dolgok, fizikai lények ki a hangsúly, hanem szellemi dolgok és szellemi lények tekintetében. Ugye van a dominancia. Tehát ami azt jelenti, hogy de ez csak egy terület. Vannak olyan emberek, akik erre koncentrálnak. És mi van a többivel? Hát ez csak egy tized. És olyan a 9 tizeddel. Hány olyan embert látsz, akinek az önmagával való bánásmód problémát jelent? Vagy a párjával való bánásmód problémát jelent? Vagy a szüleivel való bánásmód problémát jelent? Vagy a gyerekeivel való bánásmód problémát jelent? Vagy általánosan az emberekkel való bánásmód problémát jelent? Vagy a munkájával vannak gondjai? Vagy a pénzteremtéssel vannak gondjai? Vagy egyébként is a pénzzel vannak gondjai? Vagy esetleg olyanok, akik a környezetükkel vannak konfliktusban, vagy a hatóságokkal. Tehát kell tudás, hogy az ember ezeken a területeken boldoguljon. De hát ezt gátolják, hogy az emberek ezeken a területeken boldoguljanak, legalábbis ez a gátlás az, hogy eltitkolják a tudást. Még a vallások is. Szó szerint. Vannak olyan vallások, akik valamilyen szinten rendelkeznének ezekkel, mondjuk fogjuk rá, mégse adják közre. Itt tudom, ott van a Vatikán, van egy hatalmas könyvtára, gyakorlatilag ott van a világ tudása szinte, érted? És közre adják. De hogy adják közre? Ott van a buddhizmus, még régebb óta, érted? Hatalmas tudás, közre adják? Nem, buddhisták. Tanulhatnak belőle, aztán annyi. Érted? Nyilván azt is csepegtetve, természetesen. Tehát ugye magasabb létforma mit jelent? Ez azt jelenti, magasabb létformába kerülés, és hogy tudod kompenzálni a dolgokat. Tehát az ember hibázik, és a hibázásának ugye az az oka, hogy megtanuljon különbséget tenni a jó és a rossz között. És ha az ember leszűri a tanulságokat, és kikövetkezteti ugye a hibázásának az okát, akkor tud segíteni másoknak abban, hogy ugyanazokat a hibákat, amit ő elkövetett, ne kövessenek el. És ha több embernek is segítesz abban, hogy ne kövessék el azokat a hibákat, amit te, akkor szépen letörleszted a hibázásaidat. Magyarul letörleszted a karmádat, ha úgy is tetszik, illetve pont nem magyarul. Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy szellemi nyelven, akkor szépen a karmádat letörleszted. Ugye, mert nem tudom, tudod-e, hogy ez úgy működik, hogy hoztál olyan dolgokat az életedben, amit hibákat el fogsz követni. Tehát olyanná nevelődtél itt az életed során, hogy elkövess bizonyos hibákat. Tehát
ezt már akkor tudtad, mielőtt leszülettél, hogy azokat a hibákat el fogod követni. Ezt úgy hívják, hogy karma. Na most, de a karmádat úgy tudod letörleszteni, érted? Nem úgy, hogy megtanulod, hogy azt ne hibázd, nem, mert azokat a hibákat már elkövetted. Minden hibázással ártó tettet követtél el. Világos ez? Na most ez olyan, mintha raknál egy mérlegbe súlyokat, és az egy mérleg egyik serpenyőjében vannak a hibázások, a másik serpenyőjében vannak a jó cselekedetek. És amikor az ember sokszor hibázik, akkor ez a mérleg megbillen, érted? És azzal tudod a mérleget visszaállítani, hogyha ide pakolod a jó cselekedeteket. De nem az a jó cselekedet, hogy na, jókat ettem, na, jókat pihentem, na, jókat plázáztam, na, jókat nyaraltam. Nem ezzel, hanem azzal, hogy az embereknek segítesz, hogy ne hibázzanak. Világos ez? És az azt jelenti, hogy elkövetted a hibákat, azért gondold már végig, hány hibát követtél el az életedben. Inkább nem mi. Nem tudnád összeszámolni, érted? Szerintem senki nem tudná összeszámolni, hogy hányszor hibázott életét. És az mind egy-egy ártó tett. Világos az? És annak mind súlya van. Az mind karma. És a karmát ugye az embernek le kellene tudnia, le kellene raknia. És azt úgy tudja, hogy akkor jó cselekedetek. Segítettem. De milyen segítésről van szó? Mi az igazi segítség? Valaki azt mondja, ó, hát segítő tevékenységet folytatok, mert mondjuk egészségügyben dolgozom. Ah, és akkor megbíztak azzal, hogy oltsam az embereket. És akkor te ezt elhiszed, hogy avval segítő tevékenységet folytatsz, hogy mondjuk Covid ellen oltod a betegeket? Hát te olyan hülye vagy, mint a seg. És nem bánom a megsértőt. Mert ez az igazság. Te tudod, mi vagy? Egy gyilkos. Szó szerint. Tudod miért? Ma megkérdeztem, vajon a hatalom miért csinálja ezt, amit csinál? És tudod, mit mondtak? Azt mondták, hogy azért csinálják, hogy teljes kontrollt csináljanak az emberek fölött, még a haláluk fölött is. És te ebben részt veszel. Magyarul te gyilkos vagy. Jó, hogy eddig nem tudtál róla, most már legalább tudsz. Megérdemlitek, hogy titeket is beoltottak. Komolyan mondom. Ez kemény, amit mondtam, kemény, de ez van. Na most, de ezzel kapcsolatban van egy gond, drága barátaim. Tudjátok mi? Ugye, még egyszer mondom az információt, ugye van kapcsolatom a fentiektől. Kérdezek, és kapom a választ. És ugye, teljes kontroll a halálotok fölött, vagy a halálunk fölött is, ugye ez a célja a hatalomnak. Csak ezzel van egy gond,
ezt úgy hívják, hogy istenjátszás. Tehát az Isten dolga a teljes kontroll, és az Isten dolga a halál, hogy mikor halsz meg. Ugye az ember kontroll az azt jelenti, hogy fogják és ők tőlük függjön, hogy mikor halsz meg. Ezt akarja a hatalom. Lényeg az, hogy ugye az Isten dolga az, hogy pontosan tudja, hogy neked meddig, mikor kell meghalni. Nem előre, 100 évvel, nem. Hanem ha jól teszed a dolgod, akkor lehetőleg minél később. Ha nem teszed a dolgod, akkor meg mi a francnak élsz? Na most igen ám, de nem ebből a szempontból nézni a hatalom a halál kérdését. És nem tudom, tudjátok-e, hogy ezelőtt azért volt már 6 emberiség. És ez a 6 emberiség, ez eltűnt a bolygóról. És mi vagyunk a legrövidebb életű emberiség ebből a 6-ból. Ennél csak lényegesen hosszabb életű emberiségek voltak. Ugye ez se véletlen, de ez most, hogy miért van így, ez most nem ide tartozik. És tudjátok, miért kellett az emberiségeknek mikor tűntek el? Tehát mikor tüntették el az istenek az emberiséget? Amikor elkezdtek az emberek vezetői Istent játszani. Mert nem az emberek játszottak Istent, hanem az emberek vezetői. De mit csináltak az emberek? Ez asszisztáltak, és erkölcstelenkedtek. Mindig akkor törölték az emberiséget, amikor eluralkodott az erkölcstelenség. Eléggé alakul ez a téma, nem? Ha jobban megnézzük. Az erkölcstelenség eluralkodása. És fogták és törölték az emberiséget. Úgy, ahogy volt. Kimentették azt, aki megérdemelt, emlékezzetek az előző emberiségnél, Noé. És annyi, kakuk marci. Jó, tehát ezt szeretnék a hatalom? Ezt szeretnék? Gondolod, hogy azt hagynák a fentiek az emberiség számára, hogy olyan szintre süllyedjenek az emberek, hogy a lelküket elragadhassák a lenti lények? A lentiek a gonoszok. Tényleg? Tehát a föld alatt vannak olyan lények, akik értelmes lények, istenszerű lények, akik nem tartoznak ehhez az univerzum, ennek a részéhez. Nem tartoznak. Idegenek. És belülről akarják bomlasztani azt a társadalmat, ami nem az emberiség társadalmát mondom, hanem azt a társadalmat, ami körülvesz minket itt az univerzum ezen részén. És az azt jelenti, hogy mivel mélyen vannak a föld mélyén, ezért ugye nem sokat tudnak vele kezdeni a földön kívüliek, tehát ugye az isteneink, tehát ugye ezoterikus nyelven földön kívüliek, és mert a hatalom lepaktált a lenti lényekkel, szó szerint, és arra megy ki a játék, hogy megszerezzék minél több ember lelkét, a lentiek. Éppen beszélgettünk róla, hogy mit tudom én, gondoljátok végig, mondjuk megszereznének 2 milliárd lelket. Akkor rögtön az erőegyensúly megváltozna. Tehát ők lent kevesen vannak.
De az erőegyensúly azonnal megváltozna. Mert technikájuk van, testük van, minden van, csak lelkük kevés van. És ugye, ha nem raknak egy testbe lelket, akkor az a test, az csak egy olyan, mint az állat, olyan működésű. Csak egy kicsit intelligensebb. Mint egy intelligensebb állat. De az kevés. Az nem tud gondolkodni, egy állat nem tud gondolkodni. De egy olyan lény, amelyikben lélek van, az tud gondolkodni, az tud megoldani egy helyzetet. És lényeg az, hogy nem gondolják ezt végig az emberek, hogy mi lehet annak a következménye, hogy ez így megy tovább. Hát csak nézzük meg egy példát. Hát a történelme nem kell messzire visszamenni, olyan diktátorokat csak meg kell nézni, hogy mikor egy diktátor hatalomba került, akkor nem úgy indult, hogy ő a diktátor. Tehát egy diktátor se úgy indult, hogy na most ő lesz aztán az, aki tömegeket fog gyilkolni. Hanem mind úgy indult, hogy látszólag jót akart. És ebben egy csomóan segítették. És első körben mindig a segítőiket likvidálták. Mindig. Miért? Nagyon egyszerű az ok. Mert azok sokat tudnak. Arról, akik megbízták őket. Világos ez? Vagy azokról, akik megbízták őket. Vagy arról, aki megbízta őket. Ugye tudjuk, hogy miért lenne másként egy újabb helyzetbe. Miért? Hát milyen törekvések vannak? Ilyen világhatalmi törekvések. Szó szerint, ami azt jelenti, hogy globalizáció, ugye, az mit jelent a globalizáció? Hogy egy világkormány lenne. Na most egy világkormány esetén ezt úgy neveznénk, hogy a Földön lévő diktatúra. A Földön lévő diktatúra pedig abban a pillanatban, amikor a Földön lévő diktátor az hatalomra kerül, az egy család és egy családnak a feje, onnantól kezdve, akik hatalomra segítették őket, elsőként őket likvidálnak. Tehát érdekes helyzet lenne, hogyha ezt az emberek szépen így azt mondanák, hogy hát birka vagyok, és csináljátok velem azt, amit akartok. Mert valahogy, mintha én ezt látnám, hogy az emberek így működnének. És mit tudom én, most csak mondok egy példát, jó? Tehát ugye tudjuk jól azt, ha nem tudja valaki, akkor járjon utána, hogy van egy megállapodás. Egy dolgozó és egy munkáltató között. Azt a megállapodást ezt nem lehet csak úgy megváltoztatni egy oldalúan. Sőt, hozhatnak akármilyen törvényt. Az a megállapodás arra nem vonatkozik, csak az új megállapodásokra, amikor onnantól írták alá a megállapodást, amikor az a jogszabály megszületett. A régiekre nem vonatkozik. Az azt jelenti, hogy megállapodott az ember egy munkaszerződésben, és ha azt a jogszabályt hozzák, hogy kötelező az oltás, a dolgozót nem lehet rávenni arra, hogy oltsa. Vagy lehet azt, jó, itt vagyok, oltsatok be, de írjátok alá, hogy minden következményét az oltásnak vállaljátok. Hány ember írta ezt alá? Érted?
És ugyanúgy a gyerekeknél. Iskola. Miért nem küldöd az iskolába azt, hogy jó, beoltatom a gyereket akkor, hogy az összes következményét az oltásnak vállalják. És ezt írásba adják. Írd vissza. Nem avval a levéllel, egy másik levélt adjál oda. Gondolkodj! Azért van az agyad. Tehát nem lehet csak úgy kétfél megállapodást egy jogszabállyal semmisé tenni. Na most az egészségügyben ugye el kell bocsájtani embereket. Nehogy aláírjátok már, hogy közös megegyezéssel. Hát ők rúgnak ki benneteket. Cseszék meg. Írják bele azt is, hogy miért rúgtak ki. Oké? És ez semmi, ez teljesen jogszerű, érted? Persze, ha aláírsz olyat, hogy mit tudom, ez van, az van, amaz van, és te aláírod, hát akkor te dolgod onnantól kezdve, nyilvánvaló. Az egy más kérdés. De két fél megállapodására következő érvényes. Hogyha az egyik fél abból a megállapodásból ki akar szállni, akkor az eddig leírt megállapodás érvényes. Tehát magyarul akkor jár végkielégítés, stb. Stb. De ha már előtte alá lett valami más írva ehhez a megállapodáshoz képest, hát akkor nyilván az már nem az érvényes, ami alá lett írva. Tehát ez így működik. Tehát nincs olyan, hogy megállapodtunk valamibe, és akkor onnantól kezdve fogja azt egy jogszabály, átírja a megállapodásunkat. Hát érdekes lenne. Sehol a világon nincs ilyen, semmilyen diktatúrában nincs. Csak a tudatlanok hiszik el, hogy van. Hát próbáljanak már valamit aláíratni veled, amit nem akarsz. Soha nem. Az aláírás soha nem kötelező. Világos ez? Akkor legfeljebb azt mondják, hogy mit tudom én, nem kapsz. Vagy azt mondják ebben az esetben a munkaadó dolgozó közt a megállapodás, hogy akkor jó, akkor felmondunk. Jó, de akkor írják bele, hogy miért mondtak föl. Világos voltam? Tehát ez alapvető jog, hogy két fél megállapodásba nem szólhat bele egy harmadik, még az állam se. Világos? Persze. Azelőtt ugye ott vannak a szabályok, és annak alapján kell megcsinálni azt a megállapodást, amilyen szabályok vannak. De az új szabályok nem működnek visszamenőleg. Világos? Soha nem is működtek, soha nem is fognak. Ennyi. Gondolkozz. Jó? Úgy csesznek ki veled, ahogy akarnak. No, hát akkor nézzük tovább. Tehát, olyan következmény lenne ennek, amit elindítottak, hogy van egy bolygó az univerzum szélén, amilyen földszerű. Azok a lelkek, akik meghűltek, azok mennek oda, hogyha meghalnak. Ha itt viszont aranykor lesz, akkor maradnak azok, mert az aranykor egy átmeneti időszak, maradnak arra, hogy bekerüljen, tehát egy következő korszakot, az aranykor utáni korszakot, korszakba bekerülhessenek, márpedig
ez a Föld ki van jelölve arra már, hogy itt magasabb szintű létformának kell lenni a jövőben, és nem egy távoli jövőben, csak úgy mondanám, tehát egy-két generáción belül. Oké? Az azt jelenti, hogy 25-50 év. A magasabb szintű létforma formához úgy lehet eljutni, hogyha az ember tanul, és tanul egy olyan korszakban, ahol nincs elnyomás. Tehát azt, hogy elérjük azt a korszakot, az most a kijelölt időpont 2035, ahol megszűnik az elnyomás. Ahogy a születés a fentiektől függ, ugyanúgy a halál is. És ha ebbe be akarnak avatkozni az emberek és a hatalom, akkor kinyírják őket. Világos? A beavatkozókat, a fentiek, akkor szépen fogják és kikapcsolják az életből. Milyen egyszerű. Úgyhogy jó, hogy tudjátok magatokról. Jó? És akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Amikor az ember bekerül az aranykorba, akkor meg kell tanulnia azt, hogy tökéletesen képes legyen a feltétel nélküli együttműködésre a másik, másik emberi lényekkel. Majd ha ezt megtanulta, akkor válik képessé arra, hogy egy magasabb létformába kerüljön. A magasabb létforma ez egy isteni létforma. Az isteni létformában az azt jelenti, hogy ne ilyen testet képzeljetek el, amelyik meghal átlagosan 80 éves korában. Hanem egy olyan testet, amiből belépsz, kilépsz akkor, amikor akarsz. Felnőttként, tehát felnőtt testbe lépsz be, nem egy csecsemő testbe. És visszakapod az összes tudásodat, amit mióta a lelked létezik, rendelkeztél vele. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy másfél millió éve nincs lélekteremtés, ezért te jóval idősebb vagy, mint másfél millió éves. Ugyanis lélekteremtés elkezdődött kimondhatatlanul sok évmilliárd előtt, évvel ezelőtt. Érted? Akkor kezdődött a lélekteremtés. A világegyetemben. Hogy kiteremtettem, most erről nem kívánok értekezést tartani. De már tartottam róla. Szóval a lényeg az, hogy neked van egy öreg tested, vagy lelked, bocsánat, a tested az fiatal, mert most ez még ha 80 éves vagy, akkor is nagyon fiatal a lelkedhez képest. Érted? Tehát van egy nagyon öreg lelked a mai testünkhöz képest nagyon öreg lelked, és volt rengeteg tudásod, amit minden leszületéskor elvettek. És amit vissza tudsz kapni akkor, ha megérdemled. Világos ez? Tehát nem a létközi formában, hanem amikor fellépsz a magasabb szintű létformába. Tehát még nem az aranykorban, hanem amikor fellépsz a magasabb szintű létformába. És akkor onnantól kezdve nem ennyi tudással fogsz rendelkezni, mint amennyit most tanulsz, hanem sokkal többel. De bizonyosságot akarnak a fentiek arról, hogy te nem fogsz rosszá válni odafönt. Világos ez? Bizonyosságot akarnak arról, hogy te képes, tehát pontosan, meghatározottan tudjad azt, hogy mi a különbség a rossz és a jó között, és senkinek ne akar rosszat szándékosan, érted? Még véletlenül se. Érthető? Hanem bármit, amit cselekszel, azt pontosan meghatározott jó cél érdekében tud tenni. Érthető ez? És úgy, hogy nem fogsz kapni odafönt utasítást. Nincs utasítás. Hanem az van, hogy megbeszélik veled, hogy mit szeretnének, és te átlátod az egészet, és azt mondod, hogy be semmi kivetni valót nem látok természetesen. És teszed a dolgodat.
Érted? Úgy, hogy képes vagy totál önállóan tenni a dolgodat. És képes vagy másokkal együttműködve tenni a dolgodat. Na most képzeld el, amikor létrehoznak mondjuk egy bolygót, vagy egy, akár egy naprendszert, milyen együttműködés kell ahhoz? Tehát létrehoznak, egy sem magától alakult ki. Jó? Mindet létre kell hozni. Tehát csak nagyon egyszerű, hogy alakulhat ki valami magától? Jó? Ugyanis tudjátok azt, hogy van a nap körüli keringése a bolygóknak. Ugye ezt tudjátok? És azt pontosan úgy kell meghatározni, hogy ha lassan forog a nap körül, akkor beszippantja a nap. Ha gyorsan forog a nap körül, akkor kirepül a világegyetembe. Tehát a természet képes volt erre, hogy ezt megalkossa. Ki ez a hülye, aki ezt elhiszi? Ha most gondold végig, micsoda mérnöki számítás, hogy amikor föllőnek egy műholdat, hogy az pont ne így történjen, hogyha túl gyorsan kering a Föld körül, akkor kirepül a világegyetembe. Ha túl lassan kering a Föld körül, akkor meg beszívja a Föld. Világos? Ez pontosan ki kell számítaniuk, hogy ott tudjon maradni a keringési sebességét, érted? És a keringési pályáját, hogy ott tudjon maradni. És akkor emberek elhiszik azt, hogy a naprendszereket, az a naprendszerek maguktól jöttek létre. Azért, mert elhitették veletek. És akkor gondold végig, ilyen dolgaik is vannak a fentieknek, hogy mondjuk közösen létrehoznak egy új galaxist. Világos? Amiben ki tudja, hány naprendszer van. Rengeteg. No szóval, lényeg az, hogy kicsit más feladat van. És hogy tudják ezt megcsinálni? Hát a léleknek nincs szüksége levegőre. Tehát nincs szüksége arra bármire, mert ugye tudjátok, hogy vannak olyan értelmes lények, akik nem oxigént élegeznek, hanem nitrogént. És akkor most mondhatnánk azt is, hogy nincs szükség se oxigénre, se nitrogénre a léleknek. Annak nem számít, hogy nagy hideg van, vagy nem számít az, hogy nagy meleg van. Hát egy lélek a napon keresztül így átmegy. Úgyhogy semmi baja nem lesz. Mert úgy hívják, hogy halhatatlan. A lélek az egy energia lény. Az energia az nem tud elveszni. Tehát ameddig a világegyetem létezni fog, addig a te lelked az élni fog. Világos ez? Most onnantól kezdve gondold végig, melyik az igazi létforma, ez, amit itt csinálunk a Földön, vagy egy olyan létforma, ahol tényleg képesek vagyunk teremteni, akadályok nélkül. Most elég sok tényező akadályoz a teremtésben, elsősorban a tested, másodszorban a hatalmi működés. Nem? Tehát egy olyan világban élünk egyébként, ugye ha nem veszük figyelembe most mi van az emberiséggel, meg nem nézzük, nem a Föld szempontját nézzük, egy olyan világban élünk, ahol a jóság uralkodik. Honnan tudni, hogy a jóság uralkodik? Nagyon egyszerű. Minden cél azt szolgálja, hogy a te lelked az olyan tapasztalatokat szerezzen, olyan tudást szerezzen, ami azt segíti elő, hogy adott helyzetben a legjobban cselekedj. Érted? Tehát a legjobban, ezt hangsúlyozom, ezt a jobban szót, cselekedj. És ennek érdekében ugye munkálkodnak, hogy ezek meg is történjenek, azok a dolgok, amit veled meg kell, hogy történjen.
No szóval, csodálatos világban élünk egyébként, amiben vannak most kisebb zökkenők. És ezeket a dolgokat, amik ugye a világban vannak, nyilván csinálják a dolgukat, akiknek csinálni kell, csinálják azt, de ez részben jó is, ha megnézed. De legalább kiválasztódik az ocsú a búzától. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem mondom inkább. Jó, tehát van egy kiválasztódás, hogy kivárományos az univerzum szélére, vagy kivárományos a magasabb létformába. Oké? Úgyhogy mindenkinek jó gondolkodást kívánok, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus előadást. Egy pár szót szólnánk magunkról. Civil foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgozom, de hála Istennek már csak pár napig. Porcsalmáról érkeztem, férjemmel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Két kisgyermekünk van. Azért hatódtam meg ennyire erre, már csak pár napig, hál' Istennek, mert... És kezdeném azzal, hogy először is, hogy miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni. 4,5 éve párommal együtt kezdtük el, de az elején csak ő hallgatta a képzéseket, ő vette komolyabban. Aztán nyilván kisgyerekek voltak, még nem is volt annyi időm foglalkozni vele, és ahogy telt múlt az idő, egyre inkább láttuk azt, és éreztük azt, hogy mekkora hatalmas lehetőség, és mekkora csodálatos dolog a PPH közösséghez tartozni. Megértettük azt, hogy miért fontos, hogy miért van itt a helyünk, miért kell itt legyünk, mi a célja a PPH-nak, és ugye rengeteg előadást hallhattunk már Miklóstól a 4,5 év alatt, ugye folyamatosan követjük, minden előadását meghallgatjuk, és ugye azt hihetné az ember, hogy 4,5 év alatt, hogy már mennyi tudást átadott, mennyi tudás, vagy mennyi mindent tudhatunk, de mindig rá kell jöjjünk arra, hogy nagyon kicsi, nagyon kevés még a mi tudásunk ahhoz a tudáshoz, ami még vár ránk. Mert az ember életében vannak fordulópontok, nálam is most bekövetkezett egy ilyen fordulópont, ugye a munkahelyről van szó, amit mivel az oltást én semmiféleképp nem veszem fel, ezért el kell hagyjam. És volt nekem ez már többször az eszemben, hogy el kellene onnan jönnöm, mert mit keresek én ott? Én nem ott van a helyem, nem is szeretem csinálni egyáltalán, mert nem segítünk a gyógyszerekkel egyáltalán a betegeken, sőt. És mégis azt hittem, hogy ezt én olyan könnyen fogom kezelni, hogy hú, végre itt a lehetőség, és itt rá vagyok kényszerülve most már, hogy lépjek. És először nagyon örültem neki, hogy végre megkaptam, hogy
hogy jöhetek. Aztán úgy bekapcsolt a reaktívem, hogy ja Istenem, hát de most kiesik a fizetésem, most mi lesz, hogy lesz. Ugye a megszokás, egy új élet, teljesen más lesz minden. És mikor úgy magamba mélyedtem, nyilván az is kellett ahhoz, hogy Szedlacsik Miklóssal elbeszélgessek erről, és helyre tegyem magamban a dolgokat. Ugye tudtam, hogy nekem nincs ott a helyem, mégis előjöttek azok a dolgok, amiket azt hittem, hogy én már magamban régen lerendeztem. És kellett a segítsége, hogy én ezt 100%-ig fel tudjam dolgozni magamban, hogy hol is a helyem, mi a dolgom. És nagyon-nagyon hálás vagyok a Teremtőmnek, hogy ezzel kényszerítettek úgymond rá, hogy én is hálás vagyok egyébként. Hogy el tudjak onnan jönni, mert ott semmi pozitív dolog nem történt velem. És tudom azt, hogy most tényleg egy igazán nagy fordulópont lesz az életünkben ez, mert nekünk ez a dolgunk, hogy a PPH-val foglalkozzunk teljes 100%-os beleadással. És mit tanácsolok másoknak? Azt tanácsolom, hogy hallgassanak önmagukra, mert nekem is a belső hang, az rögtön az elejétől ott volt, hogy éreztem, jött belülről, hogy igen, neked onnan el kell jönni végre, neked nincs itt a helyed, és mégis szembeszálltam magammal, pedig tudtam nagyon jól, hogy nincs semmi dolgom ott, nekem ezt kell csinálni, de az a belső hang mégis jött. És ezt sok mindenkitől hallom, hogy a belső hang. És az csak, első az volt. És ez volt az első, a legeslegelső, rögtön az elejétől. És hallgassanak, mélyedjenek el, mikor ilyen fordulópont van az életükben is, és hallgassanak a belső hangra. Mert véletlenek nincsenek, és ez sem véletlenül történt nyilván. És tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok Miklósnak és a PPH közösségnek, hogy vannak nekünk, mert olyan hihetetlen erőt és energiát ad, bátorságot, hitet, tudást, hogy sokkal, de sokkal könnyebb így. És az a mérhetet... Tapasztaljuk. Rendszeresen. És az a mérhetetlen szeretet, amit itt kapunk, hát biztos vagyok benne, hogy azt senki nem kapja meg egy munkahelyen sem. és egy munkahelyen sincs ilyen, nincsenek közös céljaik a munkahelyen lévő munkatársaknak, mint ugye nekünk egy nagy közös cél felé haladunk együtt, és egymás segítve, és ugye a munkahelyeken nem igazán együtt haladnak, egymás segítve az emberek, és egy cél felé főleg nem. Sőt, a széthúzás jellemző. Igen, és főleg az, hogy egy ilyen nemes célt, egy ilyen közös célt senki nem tud még egyet. Nincs más ilyen. Nincs semmi. Semmi ehhez fogható dolog nincs a világon. Ennyit szerettem volna. Pár szót szeretnék én is szólni arról, hogy a civil foglalkozásom igazából eredetileg informatikus vagyok, de már nem gyakorlom ezt a szakmát régóta. Honnan jöttem? Polcsamáról jöttünk a párommal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van,
családi helyzetem, ugye házas vagyok, két kisgyermekünk van, egy 7 éves és egy 5 éves, az egyik óvis, a másik iskolás. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni? Én kezdtem el igazából itt tanulni. Azért kezdtem el, mert amikor megláttam az első előadást Miklóstól, akkor bennem az fogalmazódott meg, hogy végre itt van valami, végre itt van egy hely, végre itt van egy tanító, aki olyan az élet összes területét tanítja, nem csak egy kis részét, és végre itt van egy hely, ahol van egy jó közösség, és itt a problémáimat is helyrehozhatom, és megelőzhetem. Én ezt láttam legelőször az első előadásban, amit ugye láttam Szedlacsik Miklóstól, és azt kell, hogy mondjam, hogy átérek itt arra, hogy mit adott nekem a Nyílt Akadémia, ember és életjobbító coach képzése. Igazából az első előadás közben már eldöntöttem, hogy tanuló leszek, még végig se ért az előadás, már eldöntöttem, de hogy mit adott nekem, igazából sokkal-sokkal több mindent kaptunk, és szerintem ti is meg tudtok erősíteni ebben, hogy ahhoz képest, amit vártatok, hogy egy pár előadás meghallgatása után, hogy mire számíthattok, mit gondoltatok, én úgy gondolom, hogy itt szerintem mindenki meg tudja azt erősíteni, hogy sokkal, de sokkal többet kaptatok, mint amit vártatok. Így van. Boldogattak meg, mondják, hogy így van. Egy pár gondolatot akarok mondani arról, hogy igazából nekem miben sikerült változni, csak felírtam itt egy pár lényegesebb, vagy pár kiragadott gondolatot hirtelen. Nyilván nem csak ennyi van, de egy pár dolog. Az egyik dolog volt velem kapcsolatban, hogy nem mertem kiállni magamért. Tehát nem mertem, ezt a párom szerintem meg tudja erősíteni, ugye amióta ismerjük egymást, meg még régebben is, egyáltalán nem mertem kiállni magamért, és nem mertem kiállni másokért sem. És nem mertem kiállni egy ügyért sem. Tehát például nem mertem volna felvállalni régen azt, hogy itt ugye szeretet, béke, boldogság, egy aranykor felé kellene haladni, ugye ez egy nemes ügy, és azt egyszerűen nem mertem volna ezt így felvállalni. Tehát most melyik, és ugye régen visszagondolok arra, hogy most melyik a jobb, hogy régen nem mertem egyáltalán felvállalni magamat, másokat, egy ügyet, és melyik a jobb, ha most felmerem vállalni, akkor melyik a jobb? Hát nyilván ez sokkal jobb, hogy felmerem vállalni. Aztán ugye belekezdtem dolgokba, és nem fejeztem be. Sok minden olyan volt, ami... És rájöttem, hogy ugye ennek a tudásnak a hatására, hogy ezeket hogyan rakjam helyre. Ugye ott maradtak a figyelmeim, ugye ennek következtében hangulatom is csökkent, ugye múltban ragadt a figyelmem sok mindenben is, és ezeket hiába képeztük magunkat könyvekből, más előadóktól, nem tudtuk azt, hogy igazából hogyan kell ezt, milyennek a pontos módszere, hogy hogyan rakjuk ezeket helyre. A hangulatom annak ellenére, hogy könyveket olvastam meg, előadókat hallgattam, a hangulatom az így zuhant lefele. És szerintem ezt mások is meg tudják erősíteni, hogy főleg mióta ugye van ez a helyzet, ugye 2020 eleje óta, azóta meg azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy aki nincs itt a PPH-nál, nem Szedlacsik Miklóstól tanul, annak a hangulata így megy lefele. Akkor is, hogyha ő úgy gondolja magáról, hogy azt tapasztaljuk, hogy olyan embereknél is, akik azt gondolják, hogy spirituálisan nyitottak, vagy esetleg magasabb szinten képzik magukat. Na most ez mennyire jó? Hát rájöttem, hogy nekem ez egyáltalán nem volt jó. Csak ugye nem tudtam, hogy ez mennyire fontos, hogy nem tudtam azt a módszert sem, hogy hogyan tartsam meg a hangulatomat, és hogyan emeljem a hangulatomat. És azt sem tudtam, hogy hogyan segítsek ebben másoknak. Aztán problémám volt a cserével is, a cserékkel. Ugye tanultuk etikából, etika képzés, hogy az alapja az aranykorba kerülésnek, hogy a csere mennyire fontos, és rájöttem arra, hogy régen elég sok visszásságom volt a cserével kapcsolatban, vagy nem
adtam igazából cserét, amikor kellett volna úgy, vagy nem. Nem annyit adtam, és ugye ebből rájöttem, hogy hát végül súlyos problémáink is voltak, problémáim is voltak, és ezeket mind itt Szedlecsik Miklós tanítja, és ezt hiába nézegettem az interneten előadóktól, hogy ilyen dolgokról még véletlenül is hallottam, hogy beszéltek volna, de még fizetős képzésekben sem, vagy más helyeken sem, pedig ez egy alap dolog, és ugye itt annyira fontos téma, hogy 4 hónapig tanuljuk, így van? Tehát ezeket a, hát az etika ugye 4 hónapos képzés. Nyilván nem mondom azt, hogy 100%-ban, nyilván nincs talán ember, aki 100%-ban rendben van a cseréje, meg az etikája, de ugye elindult egy folyamat, amin elkezdtünk, tehát elkezdtem jobbá válni, jobb emberré ezen a területen is. Türelmetlenség, fegyelmezetlenség és önfegyelem hiánya. Hát rájöttem arra, hogy rengeteg problémám adódott abból, hogy bizonyos helyzetekben türelmetlen voltam, fegyelmezetlen voltam, nem volt elég önfegyelmem, és itt megkaptuk azt a tudást, megkaptam azt a tudást, hogy hogyan lehetek egyre inkább türelmesebb, egyre inkább fegyelmezettebb, ami az életben ma már tudjuk, és most is tanultunk róla, hogy mennyire fontos az önfegyelem. Önbizalom, önértékelés, önbecsülés, hát ha visszagondolok, akkor ez teljesen romokban volt. Talán nem annyira, mint a bizonyos embereknél, de azért még Szedlecsik Miklóshoz képest ez eléggé inogott ez a dolog. És hát például az, hogy ide kimerek állni, ide ki jöttem ide, illetve itt vagyunk, itt szereplünk egy pár alkalommal, és ez ugye, tehát visszagondolom, régebbi önmagamra, annyira nem volt önbizalmam, hogy a telefont nem mertem felhívni, hogy felhívjak valakit, vagy fölvenni esetleg, hogyha valami olyan hívásom volt. Tehát ilyen szinten nem volt önbizalmam, és nem volt önbecsülésem, önértékelésem. És ugye rájöttem, tehát igazából ez nem javult az évek alatt, tehát ez nem javult, hanem valamennyire ez stagnált. És itt, igazából itt indultunk el ezen az úton, tehát ti láthatjátok, hogy meg akik ugye régebben ismernek, tudják, láthatják, hogy honnan érkeztünk mi is egy... És ugye az, hogy az ember ide kimerjen állni, tehát ebben nyilván a párom támogatott nagy mértékben. Tehát neki sokat köszönhetek ebben, de... Tehát ahhoz kell azért önbizalom. Ugye az embernek tanulni, meg fejlődni ezen a téren, hogy... És ugye itt, ebben a közösségben ezt is, meg ebben a szervezetben ezt is megkaphattuk, hogy hogyan... Ugye ez is egy külön képzésünk, az önbizalom teremtő coach, rendkívül fontos téma. Aztán mások segítése, ennyit írtam fel itt a végére. Valahogy mindig megfogalmazódott bennem az, hogy valahogy segíteni kellene másokon. Hogy milyen jó lenne másokon segíteni, de nem tudtam, hogy hogyan. Ugye vannak különböző szervezetek, helyek, ahol lehet másokon segíteni, de valahogy azok nem voltak szimpatikusak annyira nekem. Valami miatt nem igazán tudtam oda beleképzelni magamat, és ma már tudom persze, hogy miért van ez. És itt hát az volt, ugye tehát magamban azt fogalmaztam meg, hogy hogyan lehetne segíteni másokon, hogy ez a világ egy kicsit, mindig egy picit jobb hely legyen, és mit tudok én tenni annak érdekében, hogy amit én tehetek, azt megtegyem, hogy ez egy picit mindig jobb hely legyen a világ számunkra, tehát a környezetünk, meg ugye a szűkebb, a tágabb környezetünk, meg ugye a maga a világ is. És ugye itt ezt megtanultuk, hogy hogyan lehet ezt lépésről lépésre, és mi az a tudás, ugye Szedlecsik Miklós lesz, és megtanultuk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni etikusan, úgyhogy magunkat jobbítjuk, és ezáltal, tudás által ugye képesek vagyunk arra, itt ugye a közösségben, hogy mások életét is jobbá tesszük, és így tud a környezetünk és a világ mindig egy picit jobbá válni. És itt tanultuk meg azt, hogy mi az, hogy segítség. Mit akar az a szó, hogy segítség? Nem azt, amit nagyon sok ember így gondol, van, hogy az segítség. Tehát segíteni egyáltalán nem úgy kell, ahogy a legtöbb ember gondolja, vagy ahogy én gondoltam korábban.
itt megvan az a tudás, és megvannak azok a módszerek, hogy hogyan kell másokon segíteni, mert Szelecsik Miklóstól tanultuk meg azt is, hogy ne a saját érdekemet nézzem, hanem a többi ember, a más emberek, a többség érdekét nézzem, és hogyha jó a többségnek, meg a többi embernek, akkor az jó lesz nekünk is. És ugye itt tanultuk meg ezt is, tehát ezt sem hallottam igazából másoktól, hiába hallgattunk, szerintem több tucat előadást hallgattunk különböző tanítóktól, de olyan tudást és módszereket, képességeket, képességfejlesztéseket, amit itt kaptunk, tehát akik itt vannak, mindenki meg tudja erősíteni. Itt vagyunk, ugye 60 ember van, és biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tudja erősíteni, hogy korábban ilyen jellegű tudást, módszereket nem tapasztaltak másoktól. Mit tanácsolok másoknak? Egyszerű a képlet. Ha néztél már előadásokat, vagy ezt nézed, nincs mit veszteni, próbáld ki. Tehát próbáld ki, tegyél egy kísérletet, puding próbálj az evés, nem fogod tudni megtapasztalni, ha nem kezded el. És mondok egy érdekességet, nem olyan régen történt. Felkínáltam egy illetőnek, egy hölgy illetőnek azt, hogy jöjjön. Tehát mutattam neki egy pár előadást, hallgatta Szelecsik Miklóst, nagyon tetszett neki, és halogatta. Tehát nem lépett, az ugye pár hónapon keresztül történt, nem lépett, és sőt, nem az, hogy nem lépett, ugye tetszett neki Szelecsik Miklós előadás, nagyon tetszett neki, de inkább elment másik tanítóhoz tanulni, ráadásul, és rá olyan 2-3 hétre meghalt. És így mondják többen, hogy nem ő az első. Tehát nagyon spirituális ember volt, nagyon szimpatikus volt a Szelecsik Miklós tanítása neki, de mégsem lépett. És ez egy kb. 3-4 hónap leforgása volt. És mit veszíthetett volna ő azzal, hogyha ide jön és elkezd és kipróbálja? És akkor nem járt volna így. Ez teljesen biztos, mert ugye itt rengetegen tudjuk azt, hogy megtapasztaltak, főleg ugye, akik emberekkel jobban kapcsolatban vannak, hogy ez nem. Tehát itt akinek ez a küldetése, és ezen az úton kellene, hogy járjon, de nem azt teszi, hanem elfordul innen, ők nekik sajnos az életük véget fog érni. Tehát ezt tapasztaljuk, és ezt tapasztalják itt rengetegen. Miért? Mert itt van egy olyan közösség, egy olyan tanítómester, akinek az a küldetése, hogy szeretet, béke, boldogság legyen. Aranykor legyen ezen a Földön, és mi tudunk tenni egyedül a Földbolygón ezért. Nincs más szervezet. És ha valaki ezt elutasítja, vagy nem veszi komolyan, hát minél inkább itt lenne a helye, annál inkább ki fogják vonni a forgalomból, vagy kapja a súlyos problémákat. Ezt rengetegszer megtapasztaltuk. Ez nem ijeszgetés, hanem ez tapasztalat. Itt meg tudják, itt ülnek elő ugye azok az emberek, akik ugye vezetők főleg, és de szerintem mindenki valamennyire ezt meg tudja tapasztalni, hogy többé-kevésbé vagy enyhébb, vagy súlyosabb problémákat kapnak. Miért? Azért, hogy tereljék az útra az embereket. Innentől kezdve mindenkinek a saját döntése, hogy mit lép, mit csinál. Mi elmondtuk azt, hogy mi mit tapasztaltunk, mi mit látunk, mások mit látnak. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne halogassa, ne akarjon úgy járni, mint ez a hölgy. Próbálja ki, nézze meg, jöjjön és gyere, és nézz bele. A puding próbálja az evés, egy pár hónap alatt már azért ki fog rajzolódni egy olyan kép, hogy végül is mit tud neked adni ez a képzés, és Szelecsik Miklós tanításai. Úgyhogy nincs mit igazából veszteni. Tehát veszteni való nincsen senkinek. Az a kis 19.700 forint az első hónapban, az nem gondolom, hogy egy akkora összeg, ami bárkit fejbe vágna, utána pedig 9.800 forint ugye árgaranciával, jelenleg ez egy akciós ár, ezen az áron gyakorlatilag semmilyen, tehát gyakorlatilag egynapos képzésekért kérnek 10.000 forintot, 20.000 forintot, 50 meg 100.000 forintokat, hasonló képzésekért, és azt állítják be az embereknek, hogy egy nap alatt, vagy két nap alatt, vagy egy pár óra leforgás alatt majd meg fog változni az életed.
Hát ez nem így működik. És ezért az emberek képesek kifizetni több 10 000 forintot, és nem akarnak kifizetni 10 000 vagy 20 000 forintot itt egy hónapért. Az 30 óra. Hát melyik a jobb? Hát a valaki logikusan végig gondolja, hát nem létezik, hogy valakinek az élete egy-két nap alatt megváltozzon. Ez ilyeneket embereknek eladnak, és az emberek meg ezt a gondolatot, ezt a tév eszmét, tév hitet megveszik. Drága, súlyos pénzért. Hát úgy gondolom, hogy a döntés a tied. Köszönöm szépen!